Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Stranded Deep 16. epizódja. Ugyanonnan folytatjuk, hol abba hagytunk. Végül is úgy döntöttem, hogy nem térek haza. Mégpedig azért nem, mert kicsit szemrevételeztem a kartográfert, ugye? Amivel megnézhetjük, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki a térképünk. És az az igazság, hogy elég közel vagyunk egy üres zónához. Az üres zóna az azt akarja, hogy a kartográfer azt mutatja, nincsen ott semmi. Na most ezeken a semmi helyeken szokott általában lenni a Sea Fortress, amit ugye még nem sikerült egyszer sem megnéznünk. Úgyhogy remélem, hogy sikerül majd megtalálnunk. Elméletileg innen észak-keletre kéne mennem. Gyors pillantást vetettem a kis felskiccelt térképre. A gond az, hogy nem hoztam magammal az iránytűt. Viszont meg tudjuk határozni, hogy hol kell a nap. Ugye arra van kelet, tehát akkor arra van észak. Ugye most kelt fel a nap, ugye? Igen, reggel van. Tehát akkor arra fele kéne valahogy mennünk. És ahogyha elnézünk arra, akkor jól látható, hogy nem igazán látszik, hogy semmiféle sziget, ergo arra fele van az üres tér, amit keresünk. Az viszont az lenne a nagy sziget. Igen, akkor egészen pontosan arra fele kell mennünk. Arra a semmi felé. A Sea Fortress-ekkel az a probléma idézőjelbe, hogy nem látszik, csak hogyha már nagyon-nagyon közel értünk hozzá. Úgyhogy remélem sikerül megtalálnunk. Jó lenne végre látni egyet, mert még csak más emberek videóján láttam. Igaz, hogy nem kecsegtett túl sok jól úttal, de mivel még nem mutattam meg nektek, ezért nagyon-nagyon szeretném. Egy nép. Szus! Szuper! Na, nagyjából a ládák is a helyükön vannak szerintem. Úgyhogy induljunk neki ennek az ismeretlennek. Ha, kicsit félrehúzunk. Igen, elég macerás lesz így pontosan betájolni magunkat észak-keletnek, hogy ennyire félrehúz a raftom. Igazából csak egy fölskiccelt térképen van, tehát lényegében véve csak egy négyzetrácsos füzet. Gyorsan be is írom magamnak ide az égtájakat. Égni. Szuper. Na, csak a nagy és a kis szigetek vannak rajta jelölve, nagy kockákkal és kis körökkel, úgyhogy igazából nem egy nagy vasszizdasz. De szerintem éppen elégnek kéne lennie ahhoz, hogy be tudjam magam tájolni rendesen. Ugye a játék csak azt mutatja meg, hogy melyiken vagyunk jelenleg, melyik szigeten tartózkodunk, hol van az utolsó safe pointunk. Úgyhogy ebből próbálom meg kikövetkeztetni. Hát igen, errefele pont nem látszik semmiféle sziget, úgyhogy az ember azt gondolná így, hogy nem látszik a Sea Fortress, hogy errefelé valóban nincsen semmi. Hiszen a két sziget között, a sziget között nem látszik semmi. Hát remélem, hogy tényleg találunk. Persze az, hogy a kartográfer azt mutatja, hogy ott nincsen semmi, ez nem is jelenti azt, hogy pontosan nincs ott semmi, vagy hogy pont ott lesz a... Jézus Maris! A Sea Fortress. Tehát tényleg való előfordulhat, hogy nincs ott semmi. Remélem nem ez a helyzet. Ott egy kicsi sziget. Ott a nagyobbik sziget. Szerintem jó felé tartunk. Ha találkozunk a pálya szélével, akkor legalább tudjuk, hogy ténylegesen nincs itt semmi, és ez egy üres terep. Viszont akkor még mindig előfordulhat, hogy bánát látunk. Amit nagyon szeretnék még. Mekkora hullámok. Elvileg ez a legmélyebb része a térképnek, tehát ezek a sziget nélküli részei. Egyelőre nem látok semmit. Szerintem ti se. Ködön kívül. Hoppá! Yay! És ez bizony egy Sea Fortressnek a körvonala. Cool! Na, örülök, hogy ezt is meg tudom mutatni. Nem tudom, hogy láttatok-e már, vagy nem. Én még nem. Ó, ez egy kisebb fajta. Ez csak egy három pilléres. Oh my god. Láttatok milyen... Tök közel van a sziget, tehát elvileg a szigetről is látni kéne. De a játék nem tölti be. Tehát nem látszik. És ha még nagyobb szerencsénk van, bár ez relatív, akkor lehet, hogy cápát is fog látni, méghozzá fehér cápát. Amit ugye máshol általában nagyon nem. Mintha az imént hallottam volna felcsendülni a tumdumot, de... Oh yeah. Szaggatunk, mint az állat, nem tudom mitől, ne kérdezzétek. Igen, simán kéne látnunk a szigetről. Két főjárat is van. Az egyik ott a másik. Hát kezdjük onnan, és akkor szépen
fokozatosan haladunk majd a többi felé. Ezek állhatnak 4, 6, 3, 2 ilyen kis fortressből. Olajfúró toronynak tűnhetne, ha nem tudnám, hogy hogy néz ki egy olajfúró torony, és az nem így néz ki. De maradjunk annyiba, hogy Sea Fortress, tehát tengeri erőd. Kicsit benavigáljuk magunkat a ismerő zene. Hello? Big fehér bad boy? Oh my god. Na, így néz ki a fehér cápa. Tehát a mérete az körülbelül tigris cápa méret. De mint láthatjátok, szürke a teteje, és fehér a hasa. Teteje? Háta, mondjuk így. És nem igazán szeretnék vele konfl... Oh my god! Pötz. Azt mondta pötz. Oké. Remélhetőleg nem szeretné még jobban megpöckölni a raftunkat. Megpróbálok úgy beállni, hogy a létrán pont rajta legyen a raftomnak az eleje. Nem lesz túl egyszerű, ezt kell, hogy mondjam. A raft navigálhatósága miatt. De valahogy megoldjuk. Egy is jobb az. Szeretném vagy kicsit beakasztani ide a... Így. Pontosan így. A raftot, hogy... Ez az, hogy fel tudjak ugrani a létrára. Na lássuk! Sea Fort! Én először látok életemben ilyet a saját képernyőmön. Jesus, de hangos ez, sorry! Mitől ez ilyen hangos? Ó, egyből egy ládával kezdünk. Úristen! Vízhangzik minden. Jázat odalent. Jó, ez pedig velünk jön. Cool! Oh my god! És ezt nem is lehet lehalkítani, mi? Amúgy is le van már véve a hangom eléggé, úgyhogy... Bocsi a vízhang miatt. Remélem ezen majd javítanak egy kicsit a játékkészítői. Úgy jöttünk föl. Körbenéztünk, menjünk akkor fel az emeletre. Oh my god, szörnyű! Konzol, üres. Igazából jó lenne, ha jó sok scrap iron-t lehetne innen összedni. Engine part. Teljesen fölösleges. És van egy-két cucc elszorva is, tehát ezeket a polcokat érdemes megnézni, mert mindenféle dolgot lehet találni. Nagyon jó. Ez nem kell nekünk. Bármikor tudunk készíteni. Ó, nem kéne leesni. Jó, tehát itt sincs... Ó! Wow. Oké. Érdekes. Menjünk még egy szinttel följebb. Ó, megszűnt a vízhang, király. Már csak a lábunkat halljuk. Jézus, ez veszélyes. Tiszta lyuk itt minden. Ez mi? Semmi. Semmi, de abból legalább érdekes. Így sincs semmi. Hát, egy kis csalódás. Igazából én ezeket a helyeket gondoltam az Ultimate Loot lehetőségek helyének, de úgy látszik, hogy tévedtem. Itt át lehet mászni, király. Holy moly, ez a vízhang, ez brutális. Oké, tehát itt elvileg oké, és ha átmegyek. Jesus, tuti nem mászkálni ki ilyen helyeken. Egyébként szép. Ott a sziget. Jó. Itt valami? Semmi. Oké. Gyere, check, please. Hát ez nem egy nagy szám. Azt hittem, hogy ez durcább lootot tartogat, hogy legalább többet. Ha már durcább nem lehet ugye a játékban. Mert hát igazából mindent szereztünk már, amit lehetséges. És így jöttünk be. Jó, akkor emelet. Ráadásul kicsit jobban szaggat is a játék, úgy vettem észre. Jóta itt vagyunk, bár az 50-51 FPS még mindig megvan. Hogy láda. Ó, oké. Egyébként. Nincs semmi. Yeah. Shit. Na és lássuk csak, hogy mit tudnánk elpakolni, mondjuk ezt a kettőt. És ebbe is még fér valami. Várjátok, volt egy izé ebbe? Pisztoly?
Akkor azt abba tesszük. Így. Ez nem kell. Egy. Oké. Komisió, komisió. Ajaj. Itt is ki lehetne menni. Onnan jöttünk, úgyhogy nem megyünk arra. Gugolj le! Egy. Nézd meg a tetőt. Még arra is láttam példát, hogy itt ezen a peremen megnőtt a krumpli. Mármint az a vadkrumpli, tudjátok, amihez a hobosztóval csináltuk. Itt most jelenleg nem látok semmihez hasonlót. Hopp, tessék, white potato plant. Cool. Igazából ez akkor lenne értékes, érdemes, értelmes, ha lehetne a raftunkat olyan módon pimpelni, hogy csinálni rá valami hobosztóvot, vagy valami sütőfőző alkalmatosságot. Oké. Okay. Kipkap. Itt lent valami? Nem látok semmit egyébként. Ráadásul tök értelmetlen lenne oda lemenni, mert... hát ott nem is lehet lemenni a vízbe se. Csak ha leugrasz, viszont följönni már nem tudsz. És itt a vége. Oké. Okay. Hát lényegében véve akkor ez csak egy kicsit érdekesebb sziget, semmi más. Van két scrapünk. Ó, és tudtam, hogy hozni kellett volna kötegelőt, és nem hoztam kötegelőt. Várjatok, nem is kell kötegelőhez. Label maker, thank you. Thank you. Ez az. És itt van még egy láda. Jó, ez nekünk nem kell. Viszont innen ezt is meg ezt is ki kéne hozni. Ezt ide bele. Ezt felvesszük. Ezt megint csak. Oké, okay, hát kell, hogy legyünk nálunk egy macsete. Ó, nézzétek csak! Ha ráhúzzátok a... az egeret, és a görgőt görgetitek, akkor át tudtok váltani a tárgyak között. De király! Ah, oh, shit. Oké. Okay. Ah, Refined X az mindenféleképpen kéne. Tele van az összes útkrét. Nézzük. Ez tele van. Szint úgy. Ez nincs. Oké. Okay. Tegyük bele a Label Maker-t. És megyük vissza a kezünkbe a ládáinkat. Cool, erre most jöttem rá. De jó. Haha. Awesome. És akkor ez is megvan. Super. Nagyon jó. Ha! Zsír. És megszabadulhatunk majd a fém daraboktól is, ugyanis föl tudjuk egyből pattintani a raftunkra, hoztam magammal kalapácsot. Cool. Na, már megérte átjönni ide. És én még szittam itt a lootot. Na, tessék. Tessék, tessék, elhamarkodottan beszéltem, bár sok nem volt ez tény. De érdekes, érdekes kis koncepció ez a sziget. Lehet rá építeni is, de nem ajánlom. Mert ez a vízhang, ez megőrít. Egyrészt, másrészt ugye semmiféle más nyersanyag nincs itt, csak ezek, amiket itt most az imént felleltünk. Tehát fa az nuku. Minden mást úgy kell kiszállítani ide. Na jó, hát térjünk vissza akkor a raftunkra, ez volt a Sea Fortress. Király, nekem tetszik. Azt kell, hogy mondjam. Na, még egyet megyünk. Még a szörnyű vízhang ellenére is, és még a raftunk is egyben maradt. El sem hiszem. Nagyon jó. Kérdés az, hogy hogy tudok itt lemenni? Hold. Oké, okay, jó. Ezt nem sok játékban tudták megcsinálni normálisan. Jaj. Hú. Majd elszóltam magam. Örülnék, ha itt le tudnék mászni. What? Ne pöcköld el a raftomat, köcs! Áú! Ez fájt. Ez fájt. Ez hülyeség volt. Oké. Okay. Na, elméletileg... föl tudjuk szerelni raftunkra ezt a fény szerkezetet. Ezt meg is teszem még most, hogy még kevesebb helyet foglaljon a dolog. Azt mondja building, rafts és floors.
Nem! What the fuck? No, 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 no! Oh my god, hogy meglökött minket! Hova lettek a... Úristen! Jesus! Jesus! Húzzunk innen még mielőtt még jobban megpöcköl minket! Oh my god! Ebbe aztán van kakaó, láttátok ezt? Jesus! Tűnjünk innen még mielőtt felborít! Hazafele tartanék, az vajon merre van? Elméletileg tudom a pontos helyét, gyakorlatilag meg fogalmam sincs, hogy oda találok-e vagy sem. Oké, most egy kicsit kirázott a hideg. Na most itt beborít minket a vízbe, akkor mindennek reszeltek. Se ezt a helyet nem fogjuk megtalálni még egyszer, se a raftunkért nem fogunk tudni visszajönni. Mondjuk visszatöltöttem volna az állást, de akkor is bakker. Isten. Hát ez szép volt. Kurva élet. Minek csináltam ezt ilyen szélesre? Ja, tudom, hogy tudjak vele szállítani. Na jó. Elméletileg arra fele kell mennünk, amerre most megindultunk, de kell egy éles fordulás, amit a raftom nem hajlandó most kültyelezni. Rá! Tűnjünk innen még, mielőtt a fehér cápa úgy gondolja, hogy jobban vagyunk, mi ott a víz alatt vele. Na jó, arra van nyugat, tehát... Délnek tartok, ha arra megyek. Durván. És ha arra megyek, akkor elvileg 2-3 sziget múlva kiukadok otthon. Remélem. És remélem egyben. Hát ez volt a Sea Fortress. Más point of interest nincs is a játékban. A develop, tehát a, hogy is mondjam, a fájlok között még lehet találni egy bizonyos világított torony terveket, amiket a szigeteken lehet majd találni. Jelenleg a játékban ez még nincs benne, tehát igazából ezek a POI-ok, amik jelenleg a játékban vannak, arra van kelet, ugye? Oké. Akkor arra megyünk. Tehát kicsi sziget, nagy sziget, ezekből természetesen random generált, és akkor ott vannak a Sea Fortress-ek, ezekből is lehet, hogy random generált, hogy van belőle 2 torony, 3 torony, 4 torony, 5 torony, azt hiszem a maximum, de nem vagyok benne biztos. És ennyi. Na meg ugye a nyílt víz, amik még így lehetnek. Itt van a torony, ezt be is jelölöm a térképemen. Hát jó. Igazából egy 5x5-ös négyzetrácsot képzeljetek el, aminek az egyik csücske az éjszaka, a másik csücske a dél, és így tovább, és így tovább. És akkor azon vannak elhelyezve itt nekem a szigetek. Ha minden igaz, akkor pont jó felé megyek ahhoz, hogy hazataláljak. Hogyha ez így van, akkor hamarabb otthon leszünk, mint gondolnánk. Ez volt ez a sziget, most jön ez a kicsi, ugye? Vagy az a kicsi? Várjátok, merre van a kicsi? Ellátom. Mert hogyha az a miénk, elég ismerős. Ha az ott a miénk, akkor ez lesz az egyik legészakibb sziget, és ettől már csak egy van arra fele, ami nagyobb. Ott van egy kicsi, igen, azt hiszem tudom, hogy hol vagyunk. Így már azért egy kicsit jobb érzés. Nem tudom, hogy csalásnak minősül a kartográfőr, vagy nem. Hát én most használtam. Mert miért ne? Igazából majd akkor lesz ennek nagyobb jelentősége, hogyha tényleg akkor a random gen térkép van, hogy nincsenek határai. Nem tudom, hogy lesz-e valaha ilyen. Egyelőre még csak egy 5x5-ös rácson tudunk mozogni utána. Mehetünk persze tovább, de nincs értelme, mert ahol föl van húzva a bójasor, az azt jelzi, hogy onnantól tovább nincs semmi. Tehát teljesen fölöslegesen megyünk arra felé. És amikor kutakodtam a játéknak a fájai között, akkor találtam olyat, hogy ugye így vannak meghatározva ezek a sziget nevek, hogy Silent, meg hogy is volt, Tropical, meg ilyenek, és volt egy olyan, hogy Rescue. Na, ezen a szigeten már voltunk, de ez nem az otthoni, úgyhogy ez a sziget, akkor ettől viszont arra fele kell mennünk. Ugye látszik is rajta a fehér pöttyök ott a közepén, ott van a víztározónk, ez volt az első a sziget, ahol komolyabban felhúztuk. Hát vagy az lesz a mi szigetünk, vagy az a mögötte lévő. Menjünk először erre. Tehát van egy olyan biome, amit egy biome tulajdonképpen, biomokra van osztva ez az egész játék, hogy Rescue, és elvileg ott lehet kimenekülni úgy, hogyha ott vagyunk valamelyik bizonyos napszakban, és van nálunk ugye flare gun, és hogyha a motorzúgást hallunk a fejünk fölül, akkor elsütve a flare gunt értünk, jöhet egy repülő. Nem tudom, hogy ez mennyire kanon. Tehát, hogy
ez most benne van-e a játékban, vagy nincsen. Én még nem találkoztam motorzúgással. A youtuberek között néhány váltig állítja, hogy igen, néhány mondja, hogy ez még nincs implementálva a játékban. Én mikor utána olvastam, akkor falakba ütköztem, tehát azt mondták, a fejlesztők írták, hogy még nincs benne a játékban a megmenekülés lehetősége. De, mint mondtam, itt most ez az utazásról szól, és nem igazán a megmenekülésről. Tehát elvileg én úgy veszem, hogy még nem lehet megmenekülni. De van annyi flérgánunk, mint a disznó, tehát igazából ez nagy problémát nem kell, hogy jelentsen. El vagyunk, mint a befőtt igazából. Na, vagy az a mi szigetünk ott, és elnéztem a térképet, vagy ez itt. Nem tudom. Na, mindjárt kiderül. De igazából egész jól vagyunk, tehát nagy probléma nincsen akkor se, hogyha most megint idegen szigetre vetődünk. Egyébként az északi régióját jártuk be nagyon már a térképnek, délfelé nagyon nem mentünk még el, úgyhogy van még felfedezni való is, noha újdonságon annyira nem fog nekünk mutatni a játék. Úgy látszik, hogy ha beálltunk szépen egyenesen ezzel a fajta rafttal, akkor nem jelent problémát a túlsúly. Egy kicsit far nehéz ugye a 6 blokk miatt, mert elő még nincsen semmi, csak egy. És hogyha föl lesz fejlesztve, akkor is csak 5 lesz. Hátul viszont 7. Ja nem, bocsánat, 6 lesz, igen, ott lesz a 6. Úgyhogy most még csak 5 van. Aha, ez is egy... ez sem a mi szigetünk, de látjátok az indikátort, amit felállítottam? Ott van a vízgyűjtő edényünk. És mivel ott van, ezért valószínűleg arrafele kell mennünk. Tehát arrafelé, a kis sziget felé mutat valószínűleg, úgyhogy ki se kell kötnünk, tudom merre kell menni. Cool, 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 nem mondhatom, hogy ilyen jól beválik. Tehát akkor elvileg a kis sziget felé kell mennünk, és ott lesz a következő nyom hazafelé. Tehát ha nincs is iránygyűjtők, nekem pedig van, és használni is tudnom kéne, elvileg csak nem szoktam, így is tudhatjuk, hogy merre kell menni, arra fele mutat. Arra a kicsi szigetre, és akkor a kicsi szigetre meglátjuk, hogy hova mutat a következő jel. Na. Azért az jó lenne, hogyha lehetne készíteni mondjuk vászonanyagra térképet, teszem azt, ki lehetne szedni egy szenes fadarabot a tűzből, és klothra föl lehetne rajzolni egy térképet. Az nagy segítség lenne, és nem is lenne annyira elrugaszkodott a valóságtól, hiszen ott egész biztos vagyok benne, hogy ott jobban tudnék eligazodni a játékon, mint így monitor mögül. Nem kívül, való életben egyébként tényleg egész jó a navigációs képességem. A vicces történet az, hogy az utcaneveket soha nem tudtam megjegyezni, tehát borzalmas volt, rossz a névmemóriám, és még mindig az. Az utcanevekkel sem állok jobban, tehát azokkal is hadilávon állok, de ha látom, hogy hol vagyok, akkor tudom, hogy már jártam ott, és hogy onnan merre kell menjek, hogyha valahova el akarok jutni. Nem tudom, hogy ez miért van, de van. Tehát ez ilyen érdekes dolog nálam. Szerintem simán el fogja bírni a másik adag rekeszt is. Az a járgány. És egész könnyen navigálható most, úgyhogy... Na, ezek közül, a nagy szigetek közül már egészen biztos, hogy valamelyik az egy. Mindjárt nézem, kis szigeten fölállítottam-e valami mutatót. Valószínűleg az lesz ott a miénk egyébként. Cápa egyfolytában itt köröz körülöttünk. Hallom a hangját, meg ahogy bugyborékol, meg a tüngünk hangot is. Amit nyomat a játék. Nincs indikátor a kis szigeten. Na fene. Ez érdekes. Pedig emlékszem, hogy kikötöttem rajta. Hát akkor vagy az a miénk. Melyik ismerősebb? Nem is tudom. Szerintem az lesz az ott. Lassan ránk is hajnalodik, mire kikötünk. Itt van egy felborult csónak, az a miénknél is van, ha jól emlékszem. Majd menjünk erre, aztán majd kiderül. Nem mintha nagy problémát jelentene. Most így a nyílt vízen egészen faszán kormányozható a raft. Az már más kérdés, mikor ki akarunk jönni a szigetről. Na persze, ha véletlenül elvétjük a mi szigetünket, akkor sincsen gond, hiszen van még vízünk, van még... vagy kaját azt szerezni tudunk. Ennyi hajóroncs van annál a szigetnél, látjátok? 1, 2, legalább 5. Ott van valami fény. Akkor ez bizony a mi szigetünk lesz. Ez bizony a mi islandünk. Yay! I'm happy! Hazaértünk, gyerekek!
Cool. Cool, cool, cool. Ez nagyon komoly. Megjártuk a Sea Fortress-t, és még haza is jutottunk egészségesen. Éppen egyben láttunk fehér cápát, hát tényleg már csak a bálna maradt le a bakancs listánkról, amivel még nem találkoztunk. De ami késik, az sokára ér ide, mert rafttal jön. Na, nézzük a lootot. Ja, hogy ezekben nem is tettem semmit. Kicsit azért érdemes ugye megigazítani, hisz látjátok, hogy elmozdultak a dolgok elég rendesen. Na, no, dölj vissza, hogy majd egy egész ládányit elcsúsztak. Na, ez a probléma, hogy nem fog fönnállni, hogyha meg lesz elől is a fémvért. De az is lehet, hogy nem fogok fémre hajtani, egyszerűen csak megcsinálom fából. A probléma ezzel az, hogy akkor tényleg farsúlyos lesz nagyon a raftunk. Tehát le fogja húzni a fém hátulja a fa elejét. Ezért szeretném akkor scrapből megcsinálni, korodett scrapből. Ezek üresek. Hopp, itt üzé. Torcs. Új, itt van egy pár cucc. Oké, okay. Másik oldalról kicsit egyszerűbb. Csak így addig kell ezt csinálni, amíg nem lesz elő is ugye. Teteje a raftnak a magjának? Mi hülye? A vázának. Raft alapnak, ha így jobban tetszik. Na! Honey, I'm home! Nem is tudom eltenni, annyira tele vagyok. Egy. Ja. No szóval. Ő most teljesen szét vagyunk szórva, minden van. Minden van mindenhol egészen pontosan. Próbáljunk meg ezektől megszabadulni először. Hoppá! A bödönöm! Kérem vissza. Egy. Átszaladtunk a hobosztóval, mintha ott se lenne. Úgyhogy szerintem most ki fogjuk próbálni azt, hogy milyen 16 rekesszel utazni. Ugye itt van 4, ott van 4, és teszek mellé még 4-et, meg oda is még 4-et. Így lesz aztán igazán rakodóképes a hajó. Jó. Hoztam egy kis tarpot, be tudjuk fejezni végre a raktárunkat. Király. És itt van a gyönyörűséges kis félvályok kunyhónk. Hát jobban alakul a végigjátszás, mint vártam, és úgy látszik, hogy nektek is tetszik, úgyhogy ennek csak örülök külön. Apásé. Mondom lámpa. Azt mondja, itt van a bőr. Valamelyikben volt bőr, azt tudom. Kép hozzá kettő. Ott is van. Ezt így szépen bedobjuk. Pont tele is van. Több bőre jelenleg nincs is szükségünk. Itt van a kötegelő fölötte, hát ez nagyon komoly. Azt mondja, vitamin. Húj. Jó kérdés, hogy melyikben volt a gyógyszer. De össze vagyok kutyulva most teljesen. Ott is egy kötegelő. Nem is volt nekem gyógyszer. Itt van. Nem is volt nekem külön gyógyszeres izém. What? 4 van belőle? Hínye! Oké. Okay. Ebből viszont nem. Láttam itt egy... Hopp, itt van. Thank you. Nem tudom megjegyezni, mi miben van sajnos. Cooked spoiled potato. Hát ez remek. Eddig tartott a kumpi. Másik kompim. Ujjj! Kacsázzunk vele. Ujjj! Egyenek valamit a Józsiék is a víz alatt. És akkor... Ennek mondjuk legyen a helye. Jelenleg nem tudok jobbat, mint hogy itt legyen. Egy. Csináljuk meg azt a tarp oldalt. Azt mondja, hogy buildings, walls, tarpol. Hup. Nice. Szélvédett raktár, kész. Kell ejtető. Kell hozzá fa?
Mennyire vagyok éhes? Ah, eléggé. Nom. Király. Azt mondja, még egy üres láda, a medicinás láda. És amúgy meg köszönjük szépen, egészen sok cuccunk van még mindig. Hoztunk még egy izét egyébként. Refined X-et. Úgyhogy most már gyártanunk se nagyon kell. Négy van, egy egész tech Refined X-ünk van már. Wow. Hol vannak a különleges anyagok? Mondjuk itt az egyik. Ezt miért is dobjuk bele ide? Na, úgy. Az üres, az medicin. Shit, ezt elhajtottuk. What? Ó, itt egy stick. Nem tudom, hogy kerül ide. Kérdés az, hogy melyik irányba nyílnak jobbra. Akkor ezt meg kell fordítanunk, még mielőtt megint belekeveredek a dolgokba. Ezt szépen földobjuk. Oh my god. Wow, behajtottam, mint egy profi. Cool. Jobbra nyílik, tökéletes. Egy újabb medicínás. Hopp. Fordulj szépen. Hát ez nem egészen úgy történt, hogy én akartam, de ott is jól vagy. Ha már oda fölmásztál magadtól. Ez az egy zsír. Oh. Babkonzerv, abból is láttam itt már egyet. Meg nem mondom, melyikbe volt. Ah, vagy. Ott a freaking irányítunk is egyébként. Oh, wow. És a label maker. Na, itt egy komoly átnevezési procedúra fog kezdődni. Gyorsan bejelölgetjük majd itt a rekeszeinket. Azt mondja, hogy aranyész, aranyész, tökéletes. Hát ez már tényleg egy komolyabb raktár, tehát ebben minden elfér. Hát megint játszhatom a hordert. Mindent elpakolok. Akkor is, ha nincs rá szükségem. Öp. Ez így töké. Ez így töké, kérem szépen. Egy. Úgy. Fine. Na, csináljuk meg a tetőt. Azt mondja, macsete. Hol vagy? A gyengébbiket előkapjuk. Hát melyik fától váljunk meg? Most már fáj minden fa. Ezek már az utolsó fáink, ugye? Ezen a szigeten. Azt szart se látok. Egy. Úgyhogy megszabadulunk ettől is. Hát igen, ennél már csak kevesebb lesz, de mivel most már pakolhatunk, így összesen hány fát is tudok elhozni a raftomon? Ugye 4 fér egy stackbe, 3 stack fér egy... Úristen, ez már számológép kell komolyan mondom. Azt mondja, hogy 4 fér egybe. 4x 81 oldalon, 16 mind a kettőn, wow. 64 fát el tudok hozni. Alsó hangon. Cool. Azt hiszem jól számoltam, de lehet, hogy nem. Kevésnek tűnik 64, 4, 8. De, annyi. Cool. Egy egész erdőt át tudok már szállítani a raftommal. Ez király. Néha csak az lenne jó, ha be is tudnám fejezni a raftot. Csak hát látjátok, már a fele szigeteket átnéztük, és még mindig nem elégséges az anyag. Ott hagyta a lámpát? Simán. Vajon hol van? Jó, hogy nem kapcsol le este magától, hogyha lejtett. Egy. Szépen fölhasogatjuk ezt is. Aztán megnézzük, hogy befér-e még egy sor a rekeszek tetejére, mert ha igen, akkor összesen 4x6-os lesz a magassága. Cool. Ide már jelentős mennyiségű árut be lehet pakolni. Mikor esik már le? Jó, mert le volt esve. Jó, oké. Nézzük a tetőt. Milyen tetőt csináljunk rá? Azt mondja, hogy... Steps, roofs. Van a szalma, van az agyag, és ennyi. Hát akkor marad a szalma. Méghozzá a csúcsos wood roof. Egy. Nice.
Na, ez igazán remek. Srácok, így néz ki a raktárunk. Kívülről jól megközelíthető, szárad és szélmentes. Tud kerály. Wow. Szerintem befér még egy sorrekesz. Ülj csak meg. Óhó, már jó magas. Na, már kicsit glitch-el. Aha. Szépen egyenest. Ó. Oké. Okay. Nice. 4x6-os raktár, kérem szépen. Nagyszerű. Hova tegyem a stickeket, hogy ne legyenek útba, hogy röpködnek jobbra-balra? Ide mellé, vagy... Oda mellé? Ide mellé betesszük. Van elég hely is neki. Nagyon jót tenne a játéknak egy olyan stickgyűjtő, mint például a Forestbe, de azt hiszem, ezt már az elmúlt epizódban mondtam. Ott nagyon frankon meg van csinálva a fa és a kő és a pálcagyűjtő, vagy fa ákgyűjtő ilyen állvány, és lehet őket fejleszteni is, ahogy a legújabb fejlesztéseket nézem. Gyerekek, egyre inkább viszket a kezem, viszket a tenyerem a Forestet látva. Főleg, hogy megláttam a szamuráj kardot is, bár nem egészen úgy forgatja a karakter, ahogy kéne, de a hangok nagyon jól meglettek csinálva benne, úgyhogy ja, egyre inkább közelebb kerül a Forest végigjátszás a valósághoz. Egész biztos volt eddig is, hogy lesz, azt nem tudtam, hogy mikor, de ha minden jól alakul és sikerül a dolog, amit szeretnék, akkor lesz Forest nem sokára a csatornán. Tudom, hogy sokan látni szeretnétek, meg szerintem is jó a játék, úgyhogy abszolút érdemes vele játszani. Úgyhogy ja, nem hiszem, hogy túl sokat kell várni már rá. What the fuck happened? Oh, jön a hajnal, oké. Okay. Hirtelen eltűnt az összes fényem. Egyébként vicces, hogy a kohó az folyamatosan ég, tehát nem is kell után tölteni meg semmi. Remélem azt majd később kiavítják a játékfejlesztők. Noha ez a kis plusz fény az igazán jót tesz néha, de ugye hát na, nem valósághű túlságosan. Hogy mindig ég. Egy. Hát csak így nagyjából bedobáljuk, hogy ne legyen útba. Már kivágtuk csórifát. Oh. Oké. Okay. Van-e még törzsed? Nincs, csak pálma leveled. Jó. Azt pedig ugye kivágjuk ide a megszokott helyre. Ő lesz a gyújtósunk. Oké. Okay. Ha már itt vagyok, szerintem föl is töltöm. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Jó, az marad. Ja, ezzel rá is be kell pakolni rendesen a fát. Jó, ennyi. Ezt is föltöltjük. Ha esetleg gyorsan kéne tüzet gyújtani. Maradt még nálam. Pont elhasználtam mindet, király. Kérem a macsetémet vissza. Eltört a macsetém? Eltört a másik macsetém, elhasználódott. Se baj, van még mindig. Ez mi? Mi az a lépcsőm? Na, ha már itthon vagyok, még mielőtt elfelejtek, gyorsan mentek egyet. Na, tehát az a lényeg, hogy most innentől délre kell elindulnunk. Felfedezni. Hát az északi területet már nagyon-nagyon átkutattam. Jóformán mindenhol jártunk. Oké, ez tele van. És nagyjából mi is jól vagyunk. És majd legközelebb délnek indulunk, ez egészen tuti. Ja, egy macsetém van. Itt még majd el kell rendezni a dolgokat, de szerintem azt majd kamerán kívül megcsinálom. Így is sokat toszogattam már a rekeszeimet kamerán belül, úgyhogy megkímélek titeket tőle. Meg a lévőléstől is. Lébölözéstől. Ide bedobjuk. Egy. Tökéletes. A többire viszont szükségünk lesz. Na szóval. Csinálunk egy kis kötegelőt. Hogy legyen nálunk, ha esetleg belebotlunk még valami összekötegelni valóba. Na.
Még mindig nem tudom, hogy a nagy pálma levélből miért nem lehet két-három köteg előnyit összerakni. Egyszer, kétszer. Pont egy stackre való. Tökéletes. Nice. Na, szerintem mentünk egyet. Aztán még van időnk elkezdeni felfedezni. Ám ezúttal magammal viszem... A húst azt nem. Nem hiszem, hogy szükségem lesz rá. Most csak ledobom, semmi más nem molyolok vele. Az viszont kéne, ha találok anyagot, az kell, ha kell építkezni. Oké. Iránytű. Iránytű, te velem jössz. Ezúttal nem hagyom itthon. Jönnek a borús felhők, úgy tűnik. Szép. Na, iránytű. Merre van dél? Merre van a tutajom? Kezdjük azzal, ott van. Nyugatról jöttünk, south, a délnek tartunk. Elméletileg a legdélibb sziget is egy nagy sziget, szóval ha látok egy nagy szigetet, amin túl már nem sok minden van, elvileg jó helyen járok. Ne rúgd el! Arrafele. Basszus, mekkora ez a jakt! Ez szép volt. Gyerünk, induljunk. Kár, hogy nem lehet használni egyébként az iránytűt, miközben fönt ülünk a rafton. Logikus lenne akár csak a lámpa, vagy legalább valami tartót lehetne neki építeni, de sajnos ki kell szállnom minden egyes alkalommal, hogy meglássam, hogy merre menjünk. Arra menjünk. Pont, úgy semmi felé. Akkor forduló. Jaj, a csónak, a motorhoz ültem be. Mindegy, most már akkor elfordulunk. Mindenki rendben van? Oké. Az üres ládákat, mint mondtam, nem sajnálom. És most azért nem töltöttem föl a mellette lévő helyeket is, mert valószínűleg, hogyha ismeretlen szigetre tévedünk, így is úgy is fogunk találni ládákat, amiket haza kell majd hozni. Úgyhogy azt hiszem, ez így pont jó, be is lőttük az irányt, és mehetünk. Ja, simán arra van dél. Ott látok is egy kicsi szigetet. Úgyhogy azt fogjuk majd megközelíteni. Most már ez így tényleg endgame tartalom, hiszen láthatjátok, hogy már csak a házat csinosítjuk, meg a raktárat szépítgetem. Tulajdonképpen nincs is olyan dolog, amit ne találtam volna meg a játékba. És így belegondolok, hogy van-e olyan cucc, amit nem kaptam meg. Igazából, amit még ténylegesen meg tudnék nektek mutatni, az a kék bálna, bár amilyen szerencsém van, úgyse fogok látni. Meg van egy-két easter egg, és hát egy easter eggről biztosan tudok, ami az óceán fenekén van, egy lezuhant UFO. De ahhoz a merüléshez palackot kell használni. És hát hogy is mondjam, rohadtul nem tudunk védekezni a cápák ellen. Tehát oké, hogy leviszem magammal a spear gunt, és odalent belelövöm és elijesztem, de legjobb esetben is kettő harapást bírunk ki egy cápától, most már mint így játékon belül, és nem hiszem, hogy egyetlen egy cápába botlanánk bele odalent. Úgyhogy nem tudom, hogy fogjuk ezt megejteni. Jó, persze, menthetek, és akkor leúszhatok, és nem történik semmi, mert visszatöltöm, ha meghalok, de ugye ez egy survivor game, tehát megpróbálok úgy játszani, ahogy egy túlélő tenné, tehát hogy megpróbál nem meghalni. És hát, ha én survivor lennék, és egy ilyen szituációba kerülnék, még lehet, hogy ezekért a raftalkatrészekért sem merülnék le, ha ott van a cápa. Nemhogy még az óceán fenekén úszkálják, csak azért, mert lehet, hogy van ott egy easter egg. Tehát, értitek, mire gondolok. Nincs okom, hogy lemenjek az óceán fenekére. Ha azt mondaná az egyik fejlesztő, a fejlesztő csapatból, hogy van lent, oda lent egy most hasonlóra jöttök, mondok valamit, egy tengeralattjáró működő rádiófelszereléssel, akkor lenne értelme lebukni és felkutatni az a szigetünk belőle. De így nincs, tehát így nem fogom megkockáztatni, hogy leússzak. De ki tudja? Talán még ez is előfordulhat, hogy ilyenbe kerül a játékba. A cápa itt már hallom, hogy megint itt cseszi magát valahol alattunk. Hol vagy? Hoppá, fennakadtunk a zátonyokon. Ennek nem tudok örülni. Itt van egy agyag. Eddig tök jó. Ajaj. De nem akarok neki ütközni a szigetnek, már pedig neki fogok. Mert rossz felé jöttünk. Jobban el... Oh, wow! Jobban el kellett volna kanyarodnunk. Érdekes egyébként, hogy a hullámok néha segítenek. Tehát amikor megdob a hullám, akkor néha át tudok menni olyan részek fölött is, amik alatt elvileg nem... Vagy amik fölött elvileg nem tudnék.
Mit tűnik, ez egy olyan sziget, amit még nem kötöttünk ki. Nem látok igazából semmi érdekeset, érdemlegeset odakint. Mindenesetre a hajók fölött még átevezünk. Hát, ha van valami érdekes rakomány. Hordók vannak. Hát most nem fogunk vele elszenvedni, és nincs is rá szükségünk, tehát. Illetve... Ó, hogy oda is hordókat tettem. I see. I see. Hát jó. Panzai! Akkor megvan a raftunk utolsó, ténylegesen utolsó alkatrésze. Látjátok, ez a hátsó két rész, ez hordó. Hát ez, meg ez itt hordó. Úgyhogy miért is ne? Megcsináljuk most. Rafts. Hordók. Oké. Na, szépen hozzápattintjuk. Ez az. Kész. A raftunk alapja kész. 100%-osan kész, már csak 2, 4, 6, 8, 10 darab scrap, korodett scrap kell, és meg is vagyunk ténylegesen. Hát nem király. Na, következő. Tudom, hogy lenne bent láda, ott is van egy láda, azt fel is szedjük. Itt van egy. És gumik vannak alatta. Na, arra már nincsen szükség, úgyhogy nem fogunk vele szenvedni. Így felszedjük a ládikát, ez az, eltesszük. Nézzük a konzolt, hogy engine. Na, úsz már föl. Kalapács. És levegőre van szükségem. Cah. Még van itt egy locker. Bandage már nem fér el nálunk. Blüty, blüty, blüty. És kim vagyunk. Nice. Lássuk, mit kaptunk. Oj. Egy. Nem rossz. Nem rossz, azt kell, hogy mondjam. Egyszerűen csak ide be dobjuk, hogy tudjuk majd, hogy otthon azt kell szétbarmolni. És van itt nekünk duct tape. A 100%-os kalapácsot betesszük. És meg vagyunk, mehetünk tovább. Ez ilyen királyság. Jó van, cápa, már itt sem vagyok. Az agyagot ugyan felszedhetném, de... minek? Valahogy nem is igazán akarom lecserélni az agyagfalra az épületemnek a franc falát. Bambusz falát, vagy miből van? Szalma, bocsánat. Ilyen szalmaszerű üzéből. Jobb ez így szellősen szerintem. A téglafal az meleg lenne ilyen trópusi környezetben, nem? Jó, várjatok. Hol vagyunk? Erre nem látok semmit. Merre fele megyünk? Arra van dél. Ó. Kis sziget a legdélebbi? Nem. Nem, egy nagy sziget a legdélebbi. Menjünk el arra? Ott elég sok hajóroncsot látok, úgyhogy végülis miért ne? Szép széles íven fordulunk, és így megláthatjuk, hogy ez a kátszéle, a pálya széle, vagy sem. Mindenesetre azon a szigeten kikötünk, és csinálunk egy kis sheltert, ahol menteni tudunk. Hát ez nekem elég pálya szélének tűnik. A térkép szerint, a kartográfer szerint errefele már... illetve, hogy ezen a random gennel, amin én vagyok, nincs több üres hely, tehát ha ekkora üres placot látunk, akkor az valószínűleg a pálya széle. Az egy üres helyet megtaláltuk, és ott volt is Sea Fortress, úgyhogy azon kívül már nem kéne, hogy legyen több. Igen, az egészen biztos vagyok benne, hogy a pálya széle. És akkor abban is biztos vagyok, hogy az ott a legdélebbi sziget. Vagy a másik, igen, a másik, bocsánat. Hát akkor viszont jóformán felfedeztük az egész térképet, gyerekek. Érdekes. Innen egyelőre nem tűnik a sziget ismerősnek. Mindjárt kiderül, hogy valóban voltunk-e már itt, vagy nem. Az ott egy hajó? Ott egy hajó. Egyébként egy ekkora jakt már abban is segíthet,
nem jakt, raft, bocsánat, hogy az egész cókonkukat átköltöztessük egy másik szigetre, hiszen még ezt föl is pupozhatjátok, tehát ha lassan mentek, akkor erre még tehettek rá. Igaz, hogy lehet lenyomja a raftot egy kicsit még jobban, de simán át tudjátok költöztetni az összes cókonkotokat, és farmolhattok fát másik szigeten is akár, és áthordhatjátok a hazai placra. Tök cool. És jobban működik, mint vártam. Most, hogy ki van balanszolva, meg egyensúlyozva, így még jobb. Látjátok, hogy egész stabilan vezetek. Csak az előrét nyomom, amit nem is kormányoztam ellen még soha. Így, mióta a sziget felé megyek. Ugye, stabil és működőképes ez a hordóraft. A lényeg a balansz. A balansé. Nem tudom, hogy van franciában. Ó, itt egy habos-babos bubi. Állj meg! Állj meg! Stop! Thank you. Mi van ide lent? Cápákon kívül. Egy freaking hajó. De ez a hajó, ez nagyon mélyen van. És nem is látok rá, de semmi... érdemlegeset. Gumik. Oké. Mász ki. Köszönöm. Gumik vannak rajta, de mivel már nincs szükségünk semmi más alapanyagra, ezért nem fogom elhozni. Se bójára nincs már szükségem, se... Hát mi? Az az átany? Ja, se bójára, se hordóra nincs szükségem, hiszen a hordóból már csináltam a másik dolgot is, ami lehetséges, tehát... Hű. Már mindent lekreáltam, amit kellett, meg amit akartam kipróbálni. Na, itt a cápali egyből ide talált. Ne ügyes vagy, kérem szépen. Nem mondjátok, hogy itt is jártam. Hogy? Nem, ez... ez nem lehet. Ez nem lehet, hát totál nem is ismerős ez a sziget. Ez majdnem a legdélebbi sziget. Hogy lehet, hogy eljöttem ide? Nem lehet. Érdekes. Nem. Itt a shelterem, basszus. What the fuck? Hogy? Mikor? Ez hihetetlen. Nem. Gőzöm nincs. Tehát, ha megöltök, sem tudom megmondani, mikor voltam itt. Na mindegy. A lényeg az, hogy megvan. De legalább most már nem kell építeni sátert. Driftwood? Mihez használtam a driftwoodot? Nem is szoktam semmi se használni. Ott egy kégy a... esine. Na, ez az agyag, ez elég közel van ahhoz, hogy felszedjem. Ha már itt vagyunk. Viszont ezzel nem mutatnálok titeket, akkor ezek szerint itt is jártam, ergo nem lesz a hajó testekbe semmi. Hát ennyi fért bele a mai epizódba, srácok. Úgy látszik, hogy kicsit többet fedeztem már föl kamerán kívül, mint ahogy én arra elsőre emlékeztem. Hát sorry. Igazából tényleg nem vágom, mikor csináltam, ugyanis nincs is időm játszani. Tehát ez valószínűleg két videó között történt, amikor is siethettem. Mindegy. Egy a lényeg. Dobjatok el lájkot, hogy érzitek, hogy megérdemlem, a következő részig pedig kitartást kívánok nektek, srácok. Sziasztok!